Hát a cukornyája az zöldbélű, látszik rajta, hogy zöld. Így ahogy veszedjük, egy-két napot még utolérik, és akkor a héjáig meglátom. Idén kiváló minőségre, de mérsékelt mennyiségre számítanak a gazdaságban. Körülbelül egy hete kezdtem el szedni a sárgadinnyét. Ezt március 20-a környéken palántoltuk. Itt alagútfólia is volt rátéve még bent a nagyfóliába. Elég kevés van rajta a tavalyihoz képest. Szerintem ettől a hőingadozástól, hogy éjszaka nagyon hideg van, akkor a május is elég hideg volt az első dekádja. Június is 30 fok felé nem megy a hőmérséklet. Nem jól kötöttek be a dinnyék, kevés van rajta. A tavalyi 3500 hektár helyett idén csupán mintegy 2008-3000 hektárnyi területen ültettek dinnyét a termelők. A költségek megugrása miatt a nyári főszezonban sem számíthatunk alacsony kiskereskedelmi árra. Tavalyihoz képest 30-40%-os áremelkedésre számíthatunk. És majd amikor beindul, akkor árzónás lesz. De még most ez magyar dinnye, ez megvett áru, tehát ezt nem lehet olcsóban adni még. Könnyen felismerhető az érett sárga dinnye arról, hogy a bibepont, amely a szárral szemközti oldalon található, már kissé puha. Én a zöldbélű sárga dinnyét szeretem, a többi fajtát nem. Az érettség egyik legjobb jele, hogy a szár könnyen és maradéktalanul elválik a gyümölcstől. Ez azt jelenti, hogy ha a boltban vásárolunk dinnyét, és a gyümölcsön rajta van a szár egy darabkája, akkor az még biztosan nem érett. Kinézzünk egyet, és hogyha az finom, akkor jó, ha nem, akkor is megesszünk. A legjobb ízűek a közepes méretű dinnyék. Érdemes azonban megszagolgatni a gyümölcsöt, mielőtt megvásároljuk. Az érett dinnyének ugyanis kellemes, édes illata van.